Backslash. Sziasztok! Ez itt a Kisles harmadik évadának 11. adása. Megint rengeteg mérkőzést játszottak az Erste Ligában az elmúlt héten. Megint próbáljuk magunkat ahhoz tartani, hogy nem konkrétan a mérkőzésekről, vagy nem az eredményekről beszélünk. Én azt gondolom, hogy érdemes azzal kezdeni, hogy a Fradi erdélyi túráját ugye úgy kezdte, hogy egyetlen egy vereséggel indult el, és hát elég simának tűnő 5-0-val és 4-1-el hozta le az első két mérkőzést vereségre. Mit gondoltok, ez még az idény elejé forma, vagy a nagyképűség, vagy a játék tudásbeli különbség? Vagy minek tudható ez be, ez a két szerintem váratlanul simának tűnő vereség? Ugye én előtte mondtam, az erdélyi túra előtt is beszéltünk a Fradiról, hogy az erős csapatok ellen, mintha jobban játszana, a gyengék ellen kicsit kiküldték a meszt, meg hogy sokszor ez a megjönjük az utolsó 10 percet az elég, és mondtam, hogy nem mindig lesz ilyen szerencséjük. Viszont lehet, hogy ez egy kicsit benne volt, hogy ez visszaütött egy kicsit ezeken a meccseken. Ugye az első meccs az igen sima volt, a második, a Gyergyó meccs meg nem volt szép meccs. Tehát ott nagyon frusztráltnak tűnt a társaság. Ugye amit én láttam belőle, ott sokkal többet foglalkoztak az ellenféllel, mint a koronggal. Igen, igen. De ami ugye, hát tulajdonképpen ennek fényében meglepetés, bár én sejtettem, hogy már összekapja magát a társaság, és ugye ma simán nyertek 4-0-ra Brassóban. Most a simát azt úgy mondom, hogy a mérkőzést magát szerintem nem látta egyikünk se. Viszont a másik, ami talán még fontosabb lehet, ugye a múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy az újpestiek szinte csak az erősekkel játszottak, és nem kaptak gólt emberhátrányban, szenzációs formában véd Rajna, és ugye mondtuk, hogy hát, majd a kicsik ellen, és tessék, a titánok ellen rögtön az első két kapott góljuk emberhátrányban született, tehát az a rekord is megdőlt, és a vereséget is azt gondolom, hogy meglepetés, hogy a titánok le tudta győzni az Újpestet. Így van. Igen, hát a mai meccs az már jó volt, a mai Újpest meccs, mert hogy ugye azt is mondtuk, hogy aki jó meccset akar látni, azt menjen Újpest meccsre. Ne a titánokkal. Vívott meccsök menjen, vagy ne azt nézze vissza esetleg. Hát a mait egyébként részletekbe tudtam csak így belenézni. A végén egy picit mérges voltam, mert én egy picit úgy elfáradtnak éreztem az Újpestet, és kellett a tippis miatt, hogy nyerjenek, tehát nagyon szurkoltam. Ráadásul ez a kevés gól, tudod, én nem is értettem, a két riportert is úgy szittam. Azok ilyen 5-6 gólokról beszéltek, meg hogy kinyílik a gólzsák, mondom, de hogy nyílik az ki, hát jó az a 5,5 gól alatt. És ma nem éreztem bennük azt a játékot, persze biztos nehezebb úgy, hogy az ellenfél az egy komoly játékerőt képvisel. És aztán szerencsével a végén, ugye, vagy a hosszabbításban ezt így megnyerték. Vissza a Fradira, egyébként Albinnak egy picit ellentmondva, nem hiszem, hogy ezt ők így szándékosan csinálják. Nehezen tudom elképzelni, hogy úgy megy ki egy csapat, hogy na, majd az utolsó 10 percet megnyomjuk. Ez inkább ilyen tudat alatt, tehát hogy nem erre készülnek, nem így akarnak ők játszani, csak lehet, hogy van bennük ez, hogy ha csak a titánok jönnek, akkor tényleg nem tesszük oda 100%-osat, aztán gondolom, hogy belekerülsz egy ilyen spirálba, hogy ők meg esetleg elkapnak egy ilyen momentumot, amit szoktak mondani, és akkor meg nehezebben tudsz kijönni. Egyébként lehet, hogy az Újpest is pont ebbe szaladt így bele, hogy picit magasan voltak már, nem, ezzel a rekorddal is, és akkor a titánok meg így a fejükre visszahozta őket így a földre, és de hát ilyen a hoki, meg ezek a 4-5 gólos
differenciák szerintem simán benne lehetnek, akár azonos szintű csapatoknál is, tudod, most valakinek pont összejönnek, te pont szarul vagy, még belemész két felesleges kiállítást összeszed, azok pont be is verik, tudod, akkor már rögtön 5-0 a vége. Mm. És a második zakója a Fradinak pedig szerintem ebből adódott, az elsőből, gondolom én, vagy ezzel tudnám én így magyarázni, hogy tényleg frusztrálta őket, hogy 0 gólon maradtak Szeredába, és akkor Gyergyó ellen meg tényleg ilyen, hát már így a durvaság határán játszottak, vagy így a bunkóságot is néha túllépték, tehát ilyen idióta módon járt. Kicsit a régi Brassó játékát vették elő, nem? Most komolyan. Igen, és azért volt ez bántó, mert meccsbe voltak, és a kiállításokkal meg elment a meccs. Pontosan megverték magukat, ma meg szépen azért kozmetikázta, gondolom a focinak is, mert ez jobban tetszett. Úgyhogy ja, ezek voltak a hétvégén. Mi volt még? Hát ugye itt a Fradikúrát nagyon meghatározta, bocsánat, az az első mes, mert szerintem a szerda mindenképp vissza akart vágni. Tehát ahogy hallottuk, bocsánat, 25%-kal jobban vágott vissza. Hát a hatás ellen hatás meg. Mert 4-0-ra ők 5-öt vágtak. Úgyhogy ez hozott biztos valami frusztrációt a Gyergyó elleni meccsre, ez egyértelmű. Hát itt már azért élesebbek voltak az erdélyi csapatok szerintem, mint ugye az első körben említettük az Újpestnek, hogy első 3 fordulóban volt ott, akkor még lehet, hogy nem voltak annyira élesek. Azért eltelt azóta 10 meccs. A Fradinak mindenképpen az, hogy a Szereda meg akarta mutatni most, ez tuti. Tehát az nem úgy van, csak minket legyőztök. Ebből megszületett a frusztráltság a második meccs, amit a harmadikra meg levetkőztek, mert mégiscsak szégyen lenne 3 zakóval hazajönni. Hallgathatnák az újpestiektől. Ja, én az újpest macmeccsre még annyi, hogy ott jött a papírforma. Tehát ugye beszéltük az előző adásban, hogy a két legkevesebb gólt kapó csapat, és tényleg nem mindig jön, de most jött a papírforma, ugye én el is találtam így az eredményt, 2-1. Nagyon-nagyon. Nem fizetnek érte sehol. Dehogy nem. Hát majd a VB-n. Ja. Most egy kicsit így csapongunk, csak én meg visszakanyarodnék még a Szereda a Fradi meccsre, megnéztem a statisztikákat. Egyrészt elképesztő mennyiségű kiállítást szedett össze ott is a Fradi, tehát 49 perc. Ezt ma is sikerült a Brasson nullájával szemben 12-t. Ezt is beszéltük az előző adásban, hogy a Fradi nagyon szorgalmasan gyűjtögeti a kiállítás perceket, most már szerintem torony magasan ők vezetnek. Viszont a kapura lövési arány, és itt ez számomra az igazán meglepő, tehát tényleg a Csíkszereda úgy ment fel a jégre, hogy esélyt nem ad az ellenfelének, pedig ugye tudjuk nagyon jól focinak a játék stílusában a Fradi mindenhonnan kapura lő, minden mérkőzésen többet lő kapura, mint az ellen. Itt pedig 49-27 volt a Szeredának a kapura lövési arány. Tehát, hogy még ezt is sikerült letörniük, hogy még csak próbálkozásokat is se nagyon engedett a Szereda a Fradinak. Ez a helyi szurkolóknak nagy valószínűséggel egy nagyon nagy öröm volt, egy élmény. Ami egy picit számomra meglepő, lehet, hogy nem így van, de a hivatalos nézőszám az mindösszesen, én azt mondom erre, hogy mindösszesen 650 néző volt. Nem mehetnek be ilyen szabályon. Nem mehetnek be? Bocsánat. 30% mehet csak be. Mennyi? 30% a kapacitásnak, azt hiszem. Igen, én is úgy hallottam, vagy úgy olvastam, úgy láttam, hogy 30%, igen, körülbelül 700 néző mehet be. Úgyhogy teltház volt. Akkor teltház volt. Akkor jó. Ugye, és akkor maradva itt ennél a statisztikás gondolatmenetnél, a Gyergyó elleni kapura lövési arány, szintén nagyon karcsú a Fraditól, mert 33-26. Tom, ne aludjál. Kicsoda én? Tom, ne aludjál. Nem. Hosszú volt a hét. Hát itt jöhet az edzőnknek az aranyköpése, hogy a büntetőpadról nehéz kapura lőni. Na jó, de itt Gyergyóban csak 26 percet töltöttek a padon. De mindenki? Itt 950 néző követte. És hát egyértelmű volt, mert egy kettős előnyből egyenlített a Gyergyó,
és ugye 3 perc múlva egy sima, meg újabb 4 percen belül egy újabb sima emberelőnnyel el is döntötték a mérkőzést. Onnantól kezdve a Fradi nem tudott már visszajönni. Itt egyértelműen megbosszulta magát ez a rengeteg kiállítás, és akkor maradjunk ezen a vonalon, és nézzük meg, hogy ma mit játszott a Brassó-Fradi büntetőpad. 0 kiállítás perc Brassóban, és 12 mindösszesen a Fradinál. Viszont a kapura lövési arány 43-56 a Fradinak. Nyert is. Micsoda? Azt nem hiszem el. Az kamu, az elírás. 43-56. Hát ez van itt írva most. Ami átment az alapvonalon, azt beírták. Ne haragudj. Lehet, hogy a kék vonalat számolták. Igen, mind a kettő sok. Tehát tisztázom, a kapura lövés az, amit megfog a kapus. Hát, amivel hozzá kell érnie, igen. Igen. Na, igen, tehát még a kapuvas sem kapura lövés. Jó, nem láttuk a meccset, tehát... Igen, még akár de, lehet is. De az azt jelenti, hogy ez volt a meccsen. Ide-oda, mint egy teniszmeccsen. És a kapusnak nem volt ideje felkelni. Sok volt a kipattanó. Igen. Hát figyelj, a hivatalos jegyzőkönyvet most megnyitom, ott ez van, kapura lövési arány, 43-56. Elhisszük. Mindegy. Szóval igen, tehát hogy egy picit köszörülték a csorbát a zöldfehérek. Gondolom, nem akartam, bocsánat, előbb mondhatom, hogy szégyen lenne 3 zakóval hazajönni, vagy így kevesebb lesz a büntetőkorizás, tudod? Tehát 3 zakónak gondolom több lenne. Így nem annyi. És ugye volt egy olyan mondat is, hogy nem sikerült 100%-osan lehoznia végül is az erdélyi csapatoknak a hazai meccseket, ez a Brassó kikapott, de ez volt az egyetlen, az összes többi mérkőzésüket most ezen a héten megnyerték hazai pályán. Ilyen sem volt még idén. Lehet, hogy lesz még, de nem most, az biztos. Egyébként majd még a statisztikákra egy kicsit később visszatérünk így az Erste Liga kapcsán. Szerintem egy fél mondatot azért érdemes beszélni arról, és akkor egy másik témát hozzunk fel. Ugye elindult a Magyar Kupa, aminek az a pikantériája, vagy lehet, hogy ez végre egy jó hagyománynak az indító alapköve, hogy gyakorlatilag bárki elindulhat, és nagyon sokan úgy gondolták, hát az eddigi évek tapasztalataihoz képest sokan, hogy el is indulnának, és ugye ennek megfelelően például Dunaújvárosban egy 2-es rangadót játszottak a hétvégén. Tehát jó ez így, hogy ilyen mérkőzések vannak, miközben... Hát, igen. Igen? Nem mondom tovább, igen, tök jó. Népszerűsítés egyik pillére. Hát egyrészt, aki az OB2-be, vagy ugye lejjebb játszik, és játszhat egy OB1-es csapat ellen, szerintem egy tök nagy élmény, és hozhat akár egy fejlődést is egy karrierbe, hogy például ugye az UTE akadémisták játszottak, nekik egy ilyen hova tartok, hova kell eljutnom. Ráadásul ugye az első harmadot csak 1-0-ra veszítették el. Uh-huh. Úgyhogy igen. Szerintem a kupának ez a lényege. Így van. Ez picit ugye ahhoz hajaz, vagy nagyon-nagyon rossz a hasonlat, de ugye Angliában van, nem tudom melyik kupa sorozata. Az FA az, ami nyitott. Uh-huh. És ilyen, nem tudom, heted osztályú csapatok játszanak a Liverpool-lal, tudod. És olyan pályák, amit régen volt a Taurus, tudod. De most komolyan. És ez tök jó. Ja, egyébként én tök szívesen látnék ilyen relatíve ismeretlen csapat. Jó, én belenéztem, nem volt nagy színvonal, érthető módon, de ez nem is feltétlenül a szurkolónak jó, hanem így korrekt. Tehát ez tényleg azoknak a csapatoknak egy hatalmas élmény lehet, akik ilyen OB2 vagy azon, vagy ilyen amatőr színben játszanak, vagy nem is, és hogy picit így megmutathatják magukat. Persze kikapnak 8-1-re, de tök mindegy. Ez ugyanolyan élmény szerintem, mint a válogatottnak Kanada ellen egy 9-1-ért. Igen. Igen, nekik ez ugyanaz. Igen. De igen, így van. Tehát ez szerintem jó dolog. És
Most mi lenne akkor, ha ez a három meccs nem lenne megtartva? Na bum. Most az megtől mennyivel lenne jobb? Jó, ez legyen csak így. Ja. Figyelj, a zempléni hiúzok. Tétmérkőzésen láthattuk online, ha valaki kiment, akkor láthatta élőben őket játszani a Warm Angels ellen. Hát azért az a játékos keret néhány évvel ezelőtt bármelyik Erste-liga vagy Molligás csapatban elférne, nem? Úgy, bizony. Nem is néztem, miért? Hát mondom, hogy milyen összeállításban kezdett a... Csak néhány nevet mondok, jó? Hüfner Adrián, Borbás Gergely, Kisákos, Pap Csaba, Azari Zsolt, Szepesi Bálint, Szepesi Máté, Tarcsi Dániel, Grösül András, Jelinek Roland. Tehát, hogy azért... Ja, és a kapuban Gyenes Dávid. Gyenes Dávid a kapuban. Uh-huh. Ja, hát akkor látod, milyen jó, hogy ők tudtak egy ilyen tépencset. Minden jó dolog szerintem, hogy... Arra leszek majd kíváncsi, hogy a MAC ikonokban kik fognak pályára lépni a titánok ellen. És ugye mi beszéltünk már, hogy teki valami kettős rangadókat a tüskecsarnokba rendezni, de hogy ott a Fradi meg a MAC, és most Udurjáról összehozták, és jó volt, úgy hallottuk, olvastam, hogy jól sikerült. Voltak igen, játékok. Mondjuk néző nem volt túl sok, tehát a hivatalos száma 135. De hát... Hát ott vissza kell ezt építeni, igen. Elég mélyen gödör most. Igen. De ez egy jó alap lehet, ez egy jó kezdeményezés szerintem erre. Ja, úgyhogy nekünk személy szerint tetszik, most ezt nem merném azt mondani, hogy minden magyar jégkorong szurkoló nevében mondjuk azt, hogy ez így nagyon jó, de szerintem a többségnek tetszik, hogy ilyen nyitott. Most az más kérdés, hogy kevés létszámú csapattal, ugye nagyon sok kritikát lehetett olvasni ezzel kapcsolatban, hogy miért van kiemelt, meg miért van, hogy a Volán persze megint ott van kiemelt, miért nem játszik, mit ne? Nagyon nehéz összehozni. Mert magasra egy csapat. Nem azért, mert nagyon nehéz. Sűrű a versenykiírásra. Sűrű a naptár is. De sokkal jobb ez a egymérkőzéses mutatvány, mint ami volt néhány éve, hogy gyakorlatilag egy ilyen második bajnokságot is játszottunk a Magyar Kupában. Nem kell az ilyen. Ez így jó. Ha éppen aznap szerencséje van, egy kis csapatnak kiverheti a nagyot. Ennyi. Komolyan kell venni. Jó. Én azt mondom, hogy megint ugorjunk egy témát, és most egy picit vonatkoztassunk el a jégkorongtól. Na. Hiszen milyen podcastben megyünk el? Nem tudom. Milyen podcastben? Megy a Juve Róma, megnézem, arról kell beszélni. Nem, mondtam, hogy csak egy picit vonatkoztassunk el a jégkorongtól. Aki figyelmes, az már láthatta, hogy megjelent a Kisles Facebook történetében egy ilyen kép, sőt, ha minden igaz, akkor az Instagramon is fönn van. Hirdetnénk egy Halloween jelmezversenyt, aminek az a lényege, itt alul láttok három képet, a hölgy az csak úgy a férfiak kedvéért lett betéve. Bár hogyha jégfelújító. Igen, de ha ránagyítanék a sminkje, annyira elmosodott, hogy az ijesztő, tehát hogy... Viszont, tehát olyan Halloween-i jelmezekről készült fényképet szeretnénk kérni, és ennek a játéknak a menetét, hivatalos menetét majd a Kisles Facebook oldalán is megosztjuk, ami kapcsolódik a jégkoronghoz, de Halloween-i jelmez. Tehát ijesztő, rémisztő, vagy éppen jó pofa, mint itt ez a penalty box a jobb alsó sarokban. És ez gyakorlatilag a adásunk ugye megjelenik majd hétfőn valamikor, de ezt már szerintem hétfő reggelre megírjuk ezt a kis, mondjuk úgy, hogy játékszabályzatot, hogy kik és hogyan lehet jelentkezni, kik tudnak jelentkezni és hogyan, milyen feltételekkel,
És ami igazából fontos, hogy a győztest a szakmai zsűri fogja kiválasztani, a Kisles szakmai zsűrie, viszont a győztest meghívjuk egy általa választott Erste Liga vagy Ice Hockey Liga mérkőzésre itt Magyarországon, illetőleg Erdély játszik, de mondjuk Bécsben nem veszünk neki jegyet. Tehát azért vannak utazási korlátozások is, azt is figyelembe kell venni. Biztos vannak, nem tudom, és két darab üres Kisles korsóval is megajándékozzuk a győztest. Várja azt, hogy üres, azt miért emelted ki? Azért emeltem ki, mert ugye az eddigi beszélgető partnereinknek már adtunk, tehát akik ugye vendégként szerepeltek a Kislesben, és ugye ez egy sörös korsó alapvetően, de nagyon sokan, és ezt a kedves nézők, hallgatók nem feltétlenül tudják, de nagyon sokan jelezték, hogy hát nem biztos, hogy sört fog inni belőle, ne sértődjünk meg. Egy-két példát hadd említsek, például Godó azt mondta, hogy ő tudja, hogy teljes kávét fog inni belőle. Mondjuk Szélig Vitya mondta, hogy lehet, hogy néha iszik belőle sört is. Nem csak töményet. Ugye Szilassal viccelődtünk, hogy feles pohárnak egy kicsit erős, de végülis van bicskája, tehát így még akár el is mehet. Szóval Mogyi azt mondta, hogy kakaót fog inni belőle. Mogyi kakaót fog inni belőle, igen. Szóval kettő darab Kisles korsó, és kettő darab általa választott magyarországi bázisú mérkőzésre belépő jegyet is mi álljuk. Úgyhogy gondolkodjatok, ötleteljetek, és... Állhatjuk Erdélyi mesre, és csak oda nem megyünk ki a győztessel. Magyarországon kimehetünk. Álljuk az Erdélyi, azért mondom, de tehát az Ice Liga mérkőzéseknél Salzburgban vagy Dornbirnban nem fogunk jegyet venni. Azt oldja meg, hogyha oda ki akar menni valaki. Viszont itt az Erste Liga bármely csarnokában nagyon szívesen megveszük azt a két darab belépőjegyet, vagy Fehérvárra is. Tehát Ice Liga hazai meccsre. Ice Liga hazai meccsre, jó, akkor majd lehet, átírom a plakátot. Ugye nagyon-nagyon üdvözölnénk tekintettel arra, hogy az egész Kisles önfinanszírozó, és ezt saját pénzből támogatjuk ezt a dolgot. Úgyhogy nagyon üdvözölnénk, ha Titánok mérkőzésre szeretnél menni. Játékra fel. Már azt hittem, hogy elkezdesz kéregetni, mert nagyon úgy vezetted fel. Minden, azt hittem, hogy a szerencsejáték RT-hez, hogy legalább 4 számot mondjanak meg az 5-ből előre, nem majd valamit súgjanak. Szóval jelmezre fel, fényképre fel. Majd a Kisles e-mail címére lehet küldeni a fényképeket, amiket ki fogunk tenni majd a Facebook oldalunkra is. Ott egy közönség szavazás alapján kihirdetjük majd, hogy a közönség által ki lett a legkedveltebb, vagy milyen jelmez lett a legkedveltebb, de a két korsó és a két meccsegy az a szakmai zsűri által kiválasztott győztes birtokába kerül majd. Hogy ki lesz a szakmai zsűri, azt egyelőre maradjon titokban. Hallod, de elképzeltem, hogy lezárod a szavazást, mint a Szólandris. Így majd megcsinálja, majd amikor vége van, 31-én, így. Vége. Szóval... Csak itt vagy csalunk. Ennyit vagy csalunk, innentől kezdve akkor kitesszük a Facebook oldalra, hogy pontosan hova és hogyan lehet küldeni a képeket. Minden nap próbáljuk ezt a jelmezversenyt hirdetni, népszerűsíteni. Küldjétek a képeket majd a kisles2020@gmail.com címre, ezt majd le is fogjuk írni nektek. Maradjunk egy picit ennél a témánál. Nektek van-e bármi olyan jégkoronkhoz kapcsolódó, akár gyerekkori jelmezverseny élményetek? Hát nekem szar jutott eszembe Debrecenbe a Viking kalapjába. Igen, azt kölcsön adták a norvégek. Nincs. A gyerekkorunkban még nem gondolkoztunk jégkorunkban. Én tök érdekes, hogy igen. Tehát én negyedikes voltam, általános iskolás negyedikes, amikor ment
az akkori, most ez évszámra nem tudom megmondani, hogy ez mikor volt, az akkori téli olimpia, és hát Szarajevó, Szarajevó. Lehet, igen, igen, igen. És én full szerelmes voltam az akkori kanadai válogatottba. Aztán Mikors játszott csajba. Nem, nem, más nem néztem, csak hoki meccset, meg valószínűleg sílövészetet, mert az Fater valamiért ilyen pervert módon szerette, de azt akartam mondani igazából, hogy anyu meg, akkor éppen még gyesen volt a kisöcsémmel, és ott kötögetett a nappaliban a kanapén, mi meg apuval néztük az ekkora Tünde TV-n a hoki meccseket, és egy pulóvert kötött éppen nekem anyu, és mondtam, hogy akkor nekem egy Kanada pulóvert legyél szíves kötni, és pár nap után közölt, hogy a juharlevél elmegy a anyjába, ebből USA pulóver lesz, és pont. Az mennyivel lett volt könnyebb megkötni? Az abban van 52 csillag. 50. Mondom, USA nem 50. Amerikai zászlós, hanem USA felirat lett rajta. Kérlek szépen, ja, egy nagyon ja. Szép a kanadai, vagy az amerikai jégkorong mezre teljesen hasonló kötött pulóverben a februári farsankor megjelentem úgy, hogy láttam a tévében azt is, hogy a jégkorong, nem láttam ilyet soha, csak én azt hittem, hogy a jégkorongozók azok úgy mennek ki a jégre, hogy a vállukon van a bot. És én kaptam az a vadász. Ne, az a vadász a puska. Az a hét törpe, mikor megy a cákánya. Rendesen korcsolyában voltam. Nem vagy a kertész a kapával. Rendesen korcsolyában voltam, és a vállamon volt a bot, de ugye mentünk sorban. És én az előttem lévőt, meg a mögöttem lévőt kb. 40 szoktam pofán a bottal, nem szándékosan, és mindegyiknek felháborodva közöltem, hogy mennyi hátrébb barátom, mert a jégkorongozó az így közlekedik. Hát esetleg erről az USA pulóverről van egy képet, küld el, majd meglátjuk, mit tehetünk annak érdekében. Igen, igen, esetleg meg tudsz nyerni két darab kis lesz korsót. Meg elmények egy titánok meccset. Volt valahol egy... De várjál, most mondtad, hogy USA felirat lett. Hát ha a juharlevél nem ment, akkor egy Kanada felirat ment volna. Na, igen, de az... Az hosszú, mondjuk az több. Tehát az akkor körbeértünk. Nem voltunk, nem volt annyi fonál, tudod. De nem, egyébként én azon gondolkoztam, hogy én nem nagyon jártam ilyen jelmezversenyekre, mert szerintem örültem, ha volt egy lyukas cipőm, amivel be tudtam menni az iskolába. Tehát egy jelmezversenyre mi nem? Tiszta Livérre költöztél minden nap? Csak azért mentünk be, meg a pilóta kekszet, nem? Amit hoztak a csajok. Ott voltál, vagy cowboy, ennyi. De hogy zamat keksz volt, zamat keksz. Pilóta keksz, hagyjad, mert akkoriban még kristálycukor szórásos zamat keksz. Valamilyen kekszekre emlékszem, úgyhogy... De ez akkor még nekünk nem volt a jégkoronképben, nekünk 12-3-4 éves korunkban kezdődött inkább. Inkább 13, ilyen 7-esek voltunk talán. Én játszani játszottam már nagyon pici korom óta is itt a Naplástavon, de meccsre járni én is ilyen 14-15 éves koromban egyszer voltam, amit meséltem, amikor anyu befogta a fülemet, volt ilyen 7-8 éves, de meccsre járni én is nagyjából akkor tájt kezdtem el, amikor ti talán egy kicsit később, egy-két évvel később. Na jó, akkor térjünk vissza, tehát Halloween jelmezversenyre fel, küldözgessétek a képeket, a jobbnál jobb ötleteket, az interneten rendkívül sokat fel lehet lelni ezekből, de a kreatív ötleteket külön díjazzuk. Apropó, egy valakit, vagy valamit már be is tudunk nevezni. Igen. Igen. Hát nem tudom, ti mit szóltok hozzá, de akkor vezessük el a témát. Tehát én benevezném szívem szerint. Megjelent a Facebookon egy először azt hittem, hogy valami új horrorfilm készül, vagy nem tudom. Tehát megjelent a Facebookon a Mac új kabala figurájának kezdeti grafikája. Nagyon béta verziója. Hát... Ez még olyan barna grajzos. Hát ez nagyon fura volt. Széta verzió. Hát igen, igen. Egyébként ez szerintem egy nagyon, hogy mondjam, veszélyes dolog megcsinálni egy ilyen kabala figurát, mert ha elrontod, hát ha elrontod, akkor az éveken keresztül egy ilyen elbat. Igen. Ott kamera filmre már pedig, tehát azt nagyon jól meg kell csinálni szerintem. Azt nagyon, nagyon átgondoltan tényleg kikérni az emberek véleményét. Tetszen, de azért tényleg picit legyen ilyen mogorva, de azért tényleg a gyerekeket ne ijessze meg.
Ráadásul az sem mindegy, hogy kiveszi azt föl. Azt szerintem lehet, hogy még legfontosabb. Tehát egy olyan személy találni, aki azt életre tudja úgy kelteni, hogy jó legyen. Úgyhogy, de hajrá! Én csak azt tudom mondani. Igen, van még csiszolni való rajta. Egy olyan, mint az igazi. Tehát, hogy... Kiszolgatjuk, feladatjuk. Tegnap egy ilyen spontán sörözésbe szaladtunk bele Albival, és ilyen online sörözésbe, és itt, hát most nem tudom, megmutassuk el, de találtunk egy felfújható rozsamákot. Azt hiszem Antonio Banderas szexfigurát. Nem, de egy felfújható rozsamákot találtunk, és gondoltuk, hogy ez lehet esetleg a... Jó, de ez csak a poén helye. Felfújható? Hát próbáld meg felfújni. Jó, és sok volt már a tátra tel meg a sör, de mi ott rögtünk rajta, hogy ez a felfújható verzió. A világot online berúgni, ilyen mocsok világot érünk komolyan. Hát, itt tartunk. Sokat teáztatok. Hát ezek ugye angol, tudod? Ja, én forralt borosztam a szomszédban. Tehát egyébként meg üdvözítő az ötlet, tehát biztos, hogy ez nagy, tehát nagyon jó pofa dolog, de tehát amikor ugye mindig azon, hogy Amerikában meg az Egyesült Államokban indulunk ki a hoki fellegvára, tehát hogy ott hogy csinálják, nézzenek meg egy pár videót, vagy egy pár kabala figurát, hogy ott hogy csinálják, tehát azokhoz hasonlítson, én azt mondom. Csak mert Philadelphiába menjenek, vagy hol van az a grú, vagy nem tudom micsoda, hogy hívják az a... De még az is, tehát azért abban is van meló, az látszik. Tehát az nem úgy van, hogy tényleg nem egy ilyen tátrateázás után valaki felskiccelt az izére, a lapra, és akkor ezt megvettük, $3 millió, hanem azért mondjuk az talán pont egy olyan volt, amit nem szeretnek úgy a Philly szurkolók okkal, de vannak nagyon jó pofák. Meg tényleg jónak kell lennie, aki megtestesíti. Emlékszem, talán a svájci VB-n volt erről úgy komolyabban szó, hogy ott is ugye Kanadából jött az ember, aki belebújt a bőrébe. Azt nem is tudtam. A Kulinak Kuliba őző volt? Úgy emlékszem, igen. Na, ja, a Svájc, amikor a Svájcban minden 5 évben van VB, tehát nem is tudom, hogy... Tehát De nem, egyébként Kulit annyira eltalálták, hogy ha jól tudom, akkor például a legutolsó svájci VB-n is Kuli volt a kabala figura, sőt lehet, hogy mindegyiken azóta. Hát vagy csak a basszus, holnap VB-n nincs kabalánk. Valamit elfelejtettük. Tudja valaki Kuli számát? De, mert volt itt szó egy Magyarországon, hogy ilyen vízipókról, nem? Hogy az mi volt, egy úszó évén volt? Hát meg a Kuli kutya is volt. Magyarországon azért nagyon-nagyon profik vagyunk kabala figurában, tehát ha valamit el lehet rontani, azt mi nagyon elszoktuk a kabala figurát. Tehát... Hát igen, Fehérváron is az ördög, most nem tudom, hogy áll, ott szó volt róla, hogy ott is csak. Rajz már megvan, ugye azt láttuk, az tök jó. Mondjuk ott a kommentekben ugye írták, hogy hasonlítania kell, mert valaki írta, hogy miért nem medve, vagy maci vissza a gyökerekhez, ugye. És akkor egész Magyarországon medvék lesznek mindenhol. Hát de valaki írta, hogy hasonlítania kell a logóban levő figurához a kabalának, és akkor valaki a viccesen odaírta, hogy kíváncsian várja a lila horgonyt. Hát Fehérváron meg a várfalat. Miért azt is meg lehet? Hát igen. Szóval nehéz dolguk lesz, mert megrajzolni egy kabala figurát nem olyan bonyolult dolog, aki ért hozzá, az meg tudja csinálni. De igen, tehát megvalósítani és 3D-ben utána megtestesíteni, élettel megtölteni, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ebben például a Magyar Jégkorong Szövetség kabala figurája, a csúszka, zseniális. Tehát igen, mostanában látjuk a különböző ilyen népszerűsítős iskola, meg ilyen gyere hokizni videókban. Zseniális, én nagyon bírom azokat a teátrális mozdulatokat, tök jól csinálja. Ha ugyanaz az emberke van mindenhol, akkor valószínűleg nem unatkozik, mert olyan, mint Kovács Zoli, mindig mindenhol ott van. És tényleg az van, hogy barom jól csinálja, tehát csúszka nagyon jó, szerintem. Hát a rozsomákból erre kíváncsi leszek, mi lesz. Szoktam néha nézni a YouTube-on ilyen videókat, vannak ilyen összevágott ilyen maszkotokról, tudod, ilyen poénos videók, és volt egy olyan székfoglaló, tudod,
hogy gyere, azt láttátok, gyerekek, tudod, az a szélhullani játék, és egy ilyen óriás, tudod, nem tudom mi a farkas, vagy nem tudom mi, és tudod, amikor megáll a zene, akkor le kell ürni a szék. És tudod, megfogta a gyerekek, hogy mindig így arrébb vitte, tudod, elrúgdosta onnan őket, hát így játékosan, nagyon jó, kirántott aluluk a széket, tudod, azt, tudod, ötször akkora volt, tehát nagyon jókat rögtem rajta, meg a kosárlabdában vannak nagyon jók, talán Chicago Bullsnál, de sok helyen, de Bullsnál láttam, hogy mindenhol. Biztos. És visznek ilyen popcorn zsákot, de ilyen másfél méter. Két méteres popcorn zsák, tudod, megkutik a lépcsőn, tudod, és ráborítja bárkinek, tudod, a hajára. Szórják szanaszét, és van egy olyan mozdulat, amikor, nem tudom, jelre, mindenki szórja a popcornt a csarnokba. És próbálják, mint a zászlót, és repül a popcorn vagy. Nagyon nagy. Tehát a óriási poénokat lehet csinálni. Ja, jó pofa. Nekem az is valamelyik, bevallom őszintén, a figurára sem emlékszem, csak a magára a jelenetre, azt is így a YouTube-on láttam, hogy jön le a lépcsőn, és van egy csinos hölgy, ül a lépcsőhöz a legközelebbi széken, és ad neki egy ekkora kis plüssmacit. Igen. Csak akkor... saját magáról, ja. Ja, és annyira nem örül a csajnak. Ez kimegy, az hoz egy másikat, ami már nagyobb, és a végén meg ilyen hatalmas nagy püskedvét neki rádobja, érted, és utána meg a csaj megenyhül, most már akkor jó, minden, és akkor meg akarja csókolni, és akkor így konkrétan bekapja a csaj fejét, ahogy hívják. De egyébként tényleg jó pofa. Szerintem hozzátartozik ehhez a showműsorhoz, hozzátartozik ahhoz, hogy jó kedved legyen, hozzátartozik ahhoz, hogy a gyerekek élvezzék, persze előfordul az, hogy először megijednek tőle, és akkor az nem annyira szerencsés, de tényleg tehát kellenek ezek a kabala figurák, viszont tényleg elképesztően nehéz megvalósítani, megtestesíteni ezt a bármilyen állatról is legyen szó, vagy akár ember. Szóval... Most közben nézem, itt a YouTube-on van ilyen top 10 NHL maszkot moments, és a Gnes óriási, az meg a pitéket nyomkodja a szurkolók arcába, a Nash Willy. Igen, tehát hatalmas jó poénok vannak, mert... Zseniális. Na, szóval igen, tehát a Macnál is megtörtént, ugye idén már megrajzolták Fehérváron, megrajzolták Dunaújvárosban, a kabala figurát a Macnál is elkezdték, kíváncsian várom, hogy hol fogunk először szembe találkozni ténylegesen egy ilyen kabala figurával, és az mennyire fog hasonlítani a rajzhoz. És ha már Fehérvár szóba került, ugye hétvégén megint voltak Ice Liga mérkőzések. Az időrendben ugye visszafelé szombaton játszott a Fehérvár Bozenben. Számomra maximálisan meglepő volt, hogy ennyire jól tartotta magát a Volán. Tehát én sokkal simább vereségre számítottam, pláne úgy, hogy nem keveset utaznak, 24 órán belül két mérkőzés, és 4-1 után már én elkönyveltem magamban, hogy ez sima ügy, de 4-3, és azért szoros lett a vége. Ezen már nem akarok, tehát ezek már alapdolgok. Igen? Ha megnyerték volna a meccset, akkor megemlítjük. De az, hogy egy győzelem meg egy zakóval hazajönnek, ez a minimum. Tehát, hát ez a minimum elvárás. Egyébként tényleg nagyon egyben vannak. Ugye ezt a két meccset most mi nem láthattuk, vagy nem tudom, valami fizetős verzióba lehetett volna talán. A Bolzár úgy. Egyébként Albi mondta, hogy az on-hoki tehát... Az Innsbruck meccs, az ment az on-hoki. Igen, olyan minőség volt, és úgy zakadt nekem, hogy nem tudtam nézni. De egyébként tényleg még mindig azon a szinten vannak. Tehát szerintem ugyanezzel a szinten hozták az első öt győzelmet. Uh-huh. Csak most lehet másképp pattan a zsuga. Igen, tehát nem lehet minden meccset megnyerni, úgyhogy... Meg ugye, hogy azt olvastuk, hogy a utolsó 10 percre nagyon összekapták magukat, és onnan közel volt az egyenlítés, meg ugye arról nem beszélve, hogy Terbi elég jó beindult a harmadik sorba. Belerázódott. Úgyhogy, ja, hát csak így tovább, mert még mindig nagyon sok van, és nem rájátszás kell. Így menni. Hanem
Hát tervünk meg lemásolta a kulcsot a konditeremhez, na hát tudjuk, bárhova megy. Igen. Lehet, hogy ott nyitva 0-24-ben is nincs erre szükség, hogy... Lehet mondták, hogy terminek egy nyitva hagyjuk. Igen. Neked van egy külön bejárat. Ugye azt beszéltük a nem is tudom melyik adásban, egy-két beszélgetéssel ezelőtt, hogy nagyon jók a légiósok. Most jelen pillanatban a Fehérvár pontlistáját, ha nézem, akkor a Hári Jani vezet 11 ponttal, 2 gól, 9 assziszt, és a második helyen van Tervócs István 9 ponttal, 6 gól, 3 assziszt, ezzel ha jól érzékelem itt a táblázatból, ő a házi gól király jelen pillanatban, Kurált követi őt 5-tel. Megérkezett a ligába. Igen. Én gyerekek, 3 éve mondtam, hogy ott a helye. Nem akarok okos lenni. Jó, de te a kisles edzőistábjának a feje vagy. Ah, könnyű, igen, így mondjuk könnyű. De valóban lecsesztük, hogy rossz döntés volt neki az Erste a típus után. Nem biztos, hogy rossz döntés volt. De egyébként meg kellett ehhez. Kibeszéltük, hogy az ott nem akart ő. Tehát végül is tulajdonképpen azt mondjuk, hogy korrekten járt el mindkét fél, de egyértelmű ott a helye. Hát ott beleszagolt, hogy milyen vezér egyéniségnek lenni, mert ott az volt abban az Erste csapatban. Igen. Teljes mértékben. Ezt ugye el is mondta ő, hogy teljesen más szerepet kellett játszani az utolsó évben a Macban. De hát tök jó, tehát hogy amellett, hogy nagyon jók a légiósok most a Fehérvárnál, ugye Hári és Terbócs vezetik a házi pontlistát. Magó is megtalálta már a góllövőütőjét. Magó is nagyon jó, 5 pontnál tart 3 plusz 2-vel, Gerdély Csani 2 plusz 3, Bartalisnak is van már 4 gólpassza, ő még a góllal adós. Jó, ez sok olyan ember van, aki most ott gólt lőhet, de mondjuk nem biztos, hogy ugye mi szurkolók csak ezt látjuk, hogy hány pont per meccs átlagokat nézünk meg ilyenek. Játékban biztos több mindent lát az edző, és én még mindig azt mondom, hogy reméljük ez így folytatódik, és ennyit számít, hogy egy olyan edző van ott, aki lehet, hogy egy picit mást is bele tud vinni, mint csak azt, hogy pirostól kékig korizni 100-szor, vagy nem tudom. Tehát azért itt van mögöttes is, látszik, hogy szakértelem, és valószínűleg át is tudja adni, hogy mit szeretne látni a pályán. Az is fontos, hogy ne csak így okoskodjon a levegőbe, mint én. Én egy marha jó edző lennék, csak nem tudom átadni. Ja, hát tényleg most éppen nem láttuk, csak ugye Von Hokin lopott streamből szaggatottan, de tényleg sablonos mondat, jól nézni a Fehérvár játékát. És akárki akármit mond... Na, bocsánat, egyetlen egy baj, hogy nem elbatyarintották a tipmixemet, mert azért 2 gólt kaphattak volna. Tehát a 4-1-es győzelemnél nyugodtan lehetett volna 4-2, senki nem haragudott volna. Én meg 30 euróval nyugodtan lettem volna. Szokták hozni azért a mixet mostanság. Nem mindig az első harmadot, az, a másfél gól az még nem mindig megy. Ja, de egyébként igen, szokták hozni. Na és akkor végén? Érdekes ez is egyébként, hogy első, harmad, és volt már például, játszottam, végül nyertem azzal a meccsel, egy Poprád Nyitra, 0-0 első harmad, majd 2-2, vagy mennyi a második harmad. Tehát, hogy mi a lélektani különbség az első meg a második harmad között? Meg kell szokni a jeget, leszálltam a buszról, hogy abban kevesebb gól van általában az első harmadokban. Uh-huh. És ezt mutatja a statisztika is. Majd utána jön egy harmad, és 2-2, 3-2 ilyeneket is hoznak. De ez ilyen érdekesség. Majd egy edzőfenomént megkérdezünk róla legközelebb. Engem érdekel. Miért úszik a pénz? Pusztán a tipmix. Miért úszik a pénz? Ne engem kérdezz, egy komolyabb fenomén. Hát úgy gondoltam, hogy akinek papírja is van róla. Hát őt még el kell küldenünk Vírumakiba, úgyhogy még ott... Hát annyi papír van, mutatok neked, annyi papír. Ja, ugye egyzői olyan így. Na mindegy, ez egy ilyen érdekesség egyébként, hogy tényleg az első harmad nem mindig van benne 2 gól, és utána meg kiszakad a gólzsák általában. De furcsa, tehát biztos van egy lélektana.
Valami van, de egyébként tényleg tök fura, hogy ilyen egymásnak teljesen ellentmondó harmadok is tudnak lenni, sőt, három egymásnak teljesen ellentmondó harmad is tud lenni egy-egy meccsen. Ha valaki egyszer az életben ezt a lélektant le tudná írni a matematika nyelvére, szerintem megfejteni a világot kész. De ettől vagyunk emberek, hogy ez szerintem nem lehet megfejteni. De ha már matek... arra jó, bocsánat, hogy amire nem tudsz mit mondani, arra azt mondod, hát de lélektan. Vagy matematika. Nem, tehát amire... Igen. De egyébként, bocs, egy picit idehozom, tegnap belenéztem, elindult az NHL is egy pár napja, és belenéztem tegnap egy Washington-Tampa meccsbe, és hát kétharmadot megnéztem. Volt egy olyan, a második harmad legvégén, tehát én nem tudom, pár másodperc volt hátra, hogy átcsúszott a Vasilyevskin a korong, és ahogy nyúlt érte, tudod, tehát azt el akarta kapni, ahogy szokta így a maga mögött, tudod, van egy ilyen mozgolata, és nem kapta el, és hogy visszanézett, látta, hogy csurog a korong be a vonalra. És hallod, a vonalon már így picit átment a korong, csak éppen nem érte teljes terjedelmével, és akkor így rá a lepkésre, és kihúzta. Nagyon nagy, és pedig már megadták a gólt, fölvillant a lámpa, tudod, megadták, és akkor visszanéztek, és akkor úgy kérdezték is ott a zsűri asztalon, hogy mi az ítélet, és mondta, hogy megadta a gólt, és akkor visszanézték, és látták, hogy nem tudom, hogy erről lesz az NHL-en valami videó, hogy hány centiméter hiányzott. És az volt az érdekes, hogy Ovechkin lőtte, és a Vasitó kérdezte a gólt. Persze, hogy nem. Nem tudom, hogy ne örüljél, nem volt bent. Hát ő volt legközelebb, ő látta, tudod. Csak hogy a két orosz gondolom megbeszélte. Persze. Lényeg, hogy a Detroit is életért ad magáról, úgyhogy hát, ha elkezdem követni az NHL-t én is idén. Hát nézzétek, mert vannak elég jó mozdulatok, ékonogra emlékeztető jelenetek. De mi maradjunk a kis saját Erzterligánknál. Oké. Okay. Egy kicsit statisztikázzunk, régen statisztikáztunk már. És az mindig szokott menni. Nem, a statisztikákkal nincsen baj, a számok maga az már probléma. A statisztika az még megy. Mutatom az Erste Liga jelenlegi táblázatát. Íme. Így nézünk ki jelen pillanatban. Első a Gyergyó. Ez a 10. hó 17-én. Ja, bocsánat, azt akarom kérdezni, de vesztett pontok. Itt van, várjál, vesztett pontok, mindjárt eljutom. Van olyan is? Jó, van olyan is. Igen. Tehát úgy néz ki a történet, hogy első a Gyergyó, második a Sportklub Csíkszered, a harmadik az FTC Telekom, negyedik az Újpest, és így tovább. Néhány dologra hívnám fel a figyelmet, arra például, hogy ezt elrontottam. Mert a legjobb gólaránya a Brassónak van. Plusz 25-ös. A legtöbb gólt ők lőtték, 61-et 12 mérkőzésem. Ebből adódóan... Hogy? Dabnak. Nem ők rámoltak be tizet a Dabnak. Ne, a Gyergyó is lőtt tizet nekik. Ez a 10-4 lett talán. Mérkőzésenként 5,8 gólt lő a Brassó. A második ebből a szempontból a Gyergyó 4,67-tel, és harmadik a Csíkszered a 4,33-mal. A ellenpólus, ugye, amit már Albi említett is, meg a múlt héten beszéltünk, hogy ugye a Mac, és az Újpest mérkőzésein esik a legkevesebb gól. Akkor arra nem fogadunk csak Andert. Így az újpestiek 1,82-es kapott gól átlaga azért még mindig zseniális. És az is még továbbra is figyelemre méltó és megsüvegelendő, hogy 77,8%-át a pontoknak begyűjtötte a Mac és a Gyergyó, tehát ilyen szempontból vesztett pontok tekintetében, hogy ennél maradjunk a Mac. Hát első a Mac holt versenyben a Gyergyóval, igen. Igen. Ami nagyon szembetűnő, hogyha megnézitek a Gyergyó és a Sportklub Csíkszereda mérkőzésenkénti gólátlagát.
7-75 és 7-17, tehát tuti 5,5 gól feletti meccseket játszanak. És ugye ma volt az Újpest Mac, csak mutatom, tehát 4-73 és 5-67. Egyértelmű volt, hogy kevés gólos mérkőzés lesz, és az is lett. Ugye a Brassónak egy 8-0-8, tehát hogyha az erdélyi csapatokat megnézed, akkor gyakorlatilag 8 gól, 7-8 gól biztosan van az ő mérkőzésükön. De a Brassó most egy jó ellenpélda, mert csak 4 volt, nem ütötték meg a maguk góljait. Tehát kell egy olyan ellenfél is hozzá, tehát ezek a 7-8 gólok ezek úgy jönnek ki, hogy a gyengébeknek rámoltak be többet. Igen. Ugye az előző szezonban csináltunk egy ilyen statisztikát, ahol arról, vagy azzal foglalatoskodtunk, hogy ki ellen szerzett pontokat, és ez alapján egy ilyen súlyozott pontátlagot, vagy súlyozott pontszámítással hirdettünk Kisles évjátékosa díjat. Ugye, tehát lehet, hogy a csapatoknál is érdemes volna megnézni azt, hogy, de nem mindegy, hogy ki ellen lövöd azt a rengeteg gólt. Lehet, hogyha lesz időnk, egyszer megnézzük. Ami még így szembetűnő, itt a legutolsó oszlopban csináltunk egy olyat, még beletettünk, hogy az előtte lévő csapathoz képest hány pont a lemaradása, és tulajdonképpen tök sűrű a mezőny, tehát 2-1-2-1, 1 pont. Itt van egy szakadék a 6. és a 7. hely között, itt van egy 9 pontos lemaradása a Győrnek a Machoz képest, és a Győrhöz képest is még 4 pont lemaradása van a DVTK-nak. Azt, hogy a 9. helyen van a Deac, ott azért ott valami továbbra sem teljesen kerek, ez már nem biztos, hogy csak Hetényi hiánya. Inkább biztos, hogy nem csak. Ugye a Dab meg a Titánok egyelőre még nagyon, nagyon messze vannak a megszerezhető pontok 10%-át és 6%-át szerezték meg. Hát, nem túl jó teljesítmény. De igazából ezt a statisztikát azért csináltuk, ugye a legtöbb gól megint, tehát mindenben a Brassó a király, de 8-0-8-as gól átlag van, akkor azt így nem így, nem ezzel a zölddel, hanem egy másik zölddel, ezzel a zölddel. Hát kell nevetni őket Brassó Kingsnek. Brassó Wolves Kings. De miért nem sárgával emeltem ki a Brassót? Azért, mert nem csak a Brassót emeltem ki, hanem Macot is, akik még mindig nem szenvedtek nulla pontos vereséget a bajnokságban. Mindösszesen 17 gólt kaptak a mérkőzéseken. De a Brassót kiemelheted van a sárgával, a Macot meg kékkel. Igen, így van. A Fradit zölddel, a Gyergyót pirossal, a Csíkszeredet szintén kékkel. Nem, hát na, ha így igaz, tudod, ha így ennyire tudod. Hát nagyon tudom, sőt a címereket is oda fogom tenni legközelebb, jó? De csináltad volna úgy is, hogy aki valamiben, valaki első valamiben, az lett volna aranysárga, a második ezüst. Még ráadásul közben. Ez jó, egyébként ez jó, tehát akkor a Gyergyó lejátszott a meccseinek majdnem a 30%-át, mert ugye 40-es az alapszakasz, jól tudom. 40? 40. 40 meccses alapszakasz van, nem? Így van. És akkor hogy van itt az a középszakasz, vagy az hol van, vagy hol nincs? Nincs középszakasz. Itt az első 8 játszik. 7-10, nem, a 7-10 meg a 8-9 fog játszani kvalifikációs kört. Így van. Két vagy három győzelem, így kettő igaz. Három. Első 6 meg nézi. Mondjuk igen, érdekes a bajnokság, hogy ugye első 10-be kell lenned 11-ből. Az egy nagy kihívás így az eleje, de hát mindegy, legalább látunk meccseket. Na és a minap, én most megígérem, hogy tényleg többet nem fogom őket reklámozni, bár azóta nem álltak belénk, de a Troll Hockey megjelent egy olyan nevezzük statisztikának, hogy az ABC sorrendben sehol nincsenek a légiósok. A fülyeség. De most megnéztük a pontlistát. Hát azért ez elég kemény. Az első 20-at emeltem ki. Mindösszesen, hogyha Krisz Bodót és Brensz Orbánt nem egyértelműen magyarnak, vagy nem légiósnak számítjuk, akkor velük együtt is mindösszesen 6 nem légiós van.
És most a légiós magyar szempontból értem, tehát Vállhárs, illetőleg Gliga, ugye a bajnokság szempontjából nem légiósnak számít, de most a magyar, meg a magyar válogatott szempontjából nézve, hát Sofi ötödik helye, Bodó második helye, ugye jó, Vince Péter, számomra nem annyira meglepetés az ő jó teljesítménye, a hetedik helyen, 12 mérkőzésen szerzett 16 ponttal, és aztán szinte csak légiósok, 16. helyen Nagy Gergő, 17. helyen Rokai Szilárd. Tehát ezért kellenek a légiósok? Ez a jó? Vagy a magyar játékosok nem olyan jók? Ezért kellenek a légiósok. Azon kacagtam itt magamba közben, hogy ahogy nézem a listát, és ugye ott már eleve nagyon szépen mondtad a Radim Vállhárs nevét, tehát az gyönyörűen mondtad, és oda van mögötte, hogy BR-ra, hirtelen azt hittem, hogy Brazil. Honnan van nekünk ennyi brazil légiósunk, ezt nem tudom. Na mindegy, szóval nem, ezért kellenek a légiósok, teljesen jó, rendben van ez. Hát egyik oldalról, másik oldalról, meg ugye szerintem ez, ha nézed, hogy hány brassói, gyergyói, az első két soruk, az nem mérik sajnos, szerintem a fergeteges jégidőjük lehet. Tehát, hogy a magyar válogatott játékosok nincsenek fenn előnybe, hátrányba, éles helyzetbe, meccsvégi utolsó 10 percekbe, nem ők játsszák a testjátékot, hogy ez jó, nem biztos. Hát nem feltétlenül jó, de akkor mit csináljunk, zárjuk ki ezeket? Nem. Csak... Találjunk ki egy szabályt, hogy ki vagytok zárva, túl-tus, vagy... Túl jók. Tehát persze, ha magyarokkal lenne tele a lista, akkor persze, hogy azt mondanám, hogy akkor minek ezek a ilyen légiós nem kell. Akkor meg azt mondanám, így van. Mert a légiós ezért hozott, hogy húzza a csapatot. Csak olyan... Nézd, húztam egy vonalat a 11. helynél. A táblázat első 11, tehát a ponttáblázat első 11 helyén erdélyi játékos, erdélyi csapatból játékos van. 12 gyengébeket. Hát azon meg miért csodálkozol, amikor az előbb mondtad, hogy 7-8 gólos meccseik vannak. Így van. Tehát akkor most... Nekem ott az a furcsa, hogy a Brassó maga biztos csapatnak tűnik, amit én szoktam is mondani, hogy a Gyergyó nyeri, meg ott van a tabella elején, de hogy olyan bizonytalanok meg épp, hogy megnyerik a meccsek végén a meccseket, és az visszaköszön itt is, hogy a plusz-minusz mutatóban azért az a második helyen van Krisz Bodó, de 2+2-vel, tehát éppen hogy pluszban. Tehát sokat lőnek, de sokat is kapnak. Igen. Most egy pillanatra visszaugrok a tabellára, Gyergyónak a gólkülönbsége 19. Sportklub B 18, Fradi 15, 17 a Macé, tehát nem olyan eszeveszett, tehát ez a 25, ezt kéne valahol már az első helyen lennie, de ha 35, 56 lőtt gól, nem kevés, 37 kapott gól 12 mérkőzésen, tehát 3-as kapott gól átlaggal megy a Gyergyó. Hát nagyon sok. Az sok. Nézd meg, kontra mondjuk itt a Fradi 1.91, Ute 1.82, Mac 1.89. Azok vannak rendben, igen, a kettő alatti. Hát, mutasd meg ezt Szilasi Zolikának, és majd ő is csapkodja a fejét. Nem, hát szerintem ő ezzel tisztában van, tehát ő tudja. Lehet, hogy neki még jobb statisztikája van. Szinte biztos, hogy nekik van, mondjuk lehet, hogy van jégidő statisztikájuk is, amit mi nem tudunk prezentálni, mert egyelőre sehol nem elérhető. Pedig maromira kíváncsiak lennénk, ugye, amit említetted is, hogy hát valószínűleg a magyar játékosok ezekben a csapatokban nincsenek is pályán. Előnyben, hátrányban, mondjuk Sofi meg Vince talán kivétel ebből a szempontból. Igen, hát azért nem tudnak 20 percnél többet lejátszani, szerintem ilyen. Ki nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyit van pályán Vállhárs, de nem hát hiszem, hogy egyszer ezt is mérni fogják. 22-24 percnél többet nem bír játszani. 25, azt mondod? Nem, de úgy 20 fölött, az biztos. 20 fölött, de hát az egy sztárjátékosnál szerintem normál, hogy ilyen 22-24 perc környékén, gondolom én. 8 az
Hát igen, 24 shiftet nyom le. 24-25 shiftet egy meccsen, gondolom. De biztos erre vannak statisztikák, ez már nagyon szakmai rész ez. Ez a szurkoló, amikor kint vagy a meccsen egy ilyen hotdoggal, zsíros kenyérrel, forradborral, akkor nem azt nézem. A tipmix elvényeddel akkor csak azt nézed, hogy az két kapott gól legyen már meg. Nem hiszem, hogy azt is legyen számolgatják. Hát ami felszokott azért tenni ugye a meccs végén, mikor átállnak két sorozásra, vagy mikor egy ember előny szinte végig egy sor játszik le, azok azért úgy egy szurkolnak is feltűnnek, hogy igen, ma tűnt fel például az Újpesten, hogy a második harmadban ugye tényleg nagyon elfáradtak, sokszor bennmaradtak, ilyen hosszabb cseréik voltak, és akkor már igen, nehéz volt ott a korizás is, akkor már kihívás egy perc után gondolom lemenni a padig. És úgy, hogy tudod, hogy nem szabad kiütni tilosra, de ez kívülről, bent lehet, hogy ezt már nem tudod. Tehát ott már az agy szerintem olyan szinten oxigén hiányos, hogy mindegy, hogy ez lehet. Ja. Uraim, köszönöm szépen szerintem a mai beszélgetést. Még egyszer szeretném felhívni a nézők, hallgatók figyelmét a fantasztikus nyereményekkel megtűzdelt halloweeni jelmezversenyünkre. A kisles2020@gmail.com címre várjuk ezeket a jelmezekről készült fényképeket. Egészen pontosan november 1-én délig, november 1-én délben zárjuk majd a postaládát. Ja, addig lehet a virtuális, úgy. Azt én még már majd október, már előtte való nap este az adásban már ezt el fogom játszani, jó? Majd vagy legalább szerezzél meg egy ilyen Stólandrissos videó részletet, hogy lezárom a szavazást. Jó. Kell egy akta, egy A4-es akta, tudod. Ja, tényleg egy ilyen felírótábla kell, az ütögessek ne a kezemet. Ma volt egy jelentet, erről eszembe jutott, amikor Bill mondta, hogy valakinek a nyaka irányába eldobta a tábláját, mert olyat csinált védőként, hogy ma volt egy ilyen. Egy macos védő ott a jobb szélen így megpróbált egy ilyen hát mögött, hátra passzolok, azt olyat centerezett, hogy öröm volt nézni. Hát mondjuk a Benji is egy olyat vert be. Igen, kiadta oda neki a zsugát így, hogy kapu előtt. Hogy, na mindegy, szóval igen, vannak olyanok, hogy hajmeresztő hibák. De mondd egyébként... Hát lehet, hogy hallgatták az adást. Igen, főnök! Akart egy olyan táblát. Nem lehetek kreatív. Fogd meg a söröm. Na jó van. További kellemes időtöltést mindenkinek. Sziasztok! 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 Gyerekek, élőben megy a...